Üdvözlöm a Karcak Televízió minden kedves nézőjét. Már jócskán benne vagyunk a fűtési szezonba, és még egy darabig maradunk is. Hogy télen se fázzunk, többféle módon biztosíthatjuk az otthonunk melegét. Sajnos több egyedi fűtési rendszer működtetése jelentős károsanyag kibocsátással jár, viszont akadnak közöttük olyanok is, amelyek valóban környezetkímélő módon a levegő szennyezését elkerülve fűtik otthonainkat. A mai témában meghívott vendégem Kovács Zoltán János, tűzoltó, százados, megbízott hatósági osztályvezető. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én is üdvözlöm a Karcak Televízió minden nézőjét. Nos, ahogyan már említettem is, benne vagyunk a fűtési szezonban. Melyek azok az anyagok, amelyek környezetkímélő módon a levegőszennyezését elkerülve fűtik az otthonainkat? Hát ebben a témában mindenképpen ugye meg kell jegyeznünk azt, hogy alapjába véve kétféle fűtést különböztetünk meg. Ebből adódóan kétféle égéstermék elvezetőt, azaz kéményt használnak a lakosok. Ugye az egyik a gáztüzelés, ugye mindenki, aki kapja a földgázt és gyakorlatilag ezt használja. Ezek a gázos kémények, illetve a szilárd tüzelésű kémények, amiben fa, szén és egyéb dologgal tüzelünk. Fontos megjegyezni azt, hogy ezeknek az égéstermék elvezetőknek gyakorlatilag van úgymond előírt ideje, amikor ezeket a kéményeket ugye sepertetnünk, illetve felülvizsgáltatnunk kell szakemberekkel. Ez azt jelenti, hogy a gázos kémények esetében ez 2 évente kell végrehajtani, a szilárd tüzelésű anyagok és ennek égéstermék elvezetőjénél viszont évente. Nagyon fontos megjegyezni azt, hogy a lakosság részére a kéményseprő szolgáltatás az ingyenes. Sokan tudják, sokan nem tudják, akik tudják is sajnos az a tapasztalat, hogy ennek ellenére sem veszik igénybe. Rengeteg olyan kampány és mindenféle média megjelenés van, ami gyakorlatilag azt csugalja, hogy maga ez a kéményseprő által elvégzett tisztítási folyamat pár percet vesz igénybe, viszont ez a pár perc gyakorlatilag életeket menthet, és sajnos a szakmából adódóan tapasztaljuk is, hogy nagyon sok esetben sajnos tragédiához vezet. Ennek ezek a dolgok, illetve ezeknek az elmaradása, a kéményseprés hiánya, és gyakorlatilag ebből adódóan nem egy család, nem egy lakó ingatlan az, ami sajnos ennek kárát szenvedi. Nyilván most elmondtuk, hogy ugye az égéstermékelvezetők kapcsán miért fontos a kéménynek a karbantartása, az állandó felügyelete. Nyilván vannak a főleg lakáson vagy házon belül, nyílt láng közelében szénmonoxid gázt mérő készülékek, illetőleg a füstérzékelő. Beszéljünk róluk is, miért fontos, hogy legyen, hogyan kell őket karbantartani? Valóban ezek a szénmonoxid érzékelők, amik ma már gyakorlatilag kereskedelmi forgalomban vannak, ezek megbízható készülékek. A katasztrófavédelem is minden évben piacfelügyeleti ellenőrzések keretében vizsgálja, hogy csak olyan szénmonoxid érzékelők kerüljenek kereskedelmi forgalomban, amik megbízhatóak, tanúsítvánnyal rendelkeznek és az előírásoknak megfelelnek. Aki bizonytalan abban, hogy milyen szénmonoxid érzékelőt szeretne megvásárolni, annak azt tudom javasolni, hogy a Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság honlapján meg fogja találni, ezt mi úgy hívjuk, hogy pozitív és negatív lista. Gyakorlatilag ugye a pozitív listában azok a szénmonoxid érzékelők szerepelnek, amelyek hatékonyan és jól működnek, és kereskedelmi forgalomban is lehet őket forgalmazni. Tehát ebből adódóan senki nem eshet abba a hibába, hogy esetleg olyan szénmonoxid érzékelőt vásárol, ami nem megfelelő és nem a megfelelő biztonsági szintet nyújtja. Nagyon sok esetben az a tapasztalat, hogy azért ezt igénylik már most a lakosok. Igaz, hogy nem olcsó dolog, viszont ez a pár ezer forint is megér annyit, hogy ember életek legyenek biztonságban. Egyre több olyan káresetünk van, hál' Istennek, ahol a szénmonoxid érzékelőnek a működése kapcsán jelentenek káresetet, és sok esetben ennek a szénmonoxid érzékelőnek köszönhető az, hogy családok, illetve személyek élete megmenekül. Annyit tudok még mondani, hogy nagyon kevesen tudják azt a szénmonoxidról, hogy ez gyakorlatilag egy szintelen, szaktalan gáz, halmazállapotú égéstermék. Sok esetben ezt úgy is hívják, hogy a csendes gyilkos. Pontosan ebből adódóan, hogy
hogy nem vesszük észre a jelenlétét. Egyes esetekben már, amikor olyan szinten van a szénmonoxid az ártérben, akkor az egészségügyi tünetek jelezhetik azt, hogy gyakorlatilag baj van. Miután fejfájás és egyéb dolgok jelzik, még van, akinek ekkor sem tűnik fel, hogy esetleg probléma lehet. Tehát mindenképpen azt javaslom, hogy aki teheti és tud rááldozni, az mindenképpen szerezzen be egy szénmonoxid érzékelőt, mert valóban életeket menthet. Beszéljünk arról is, hogy ezeknek a beüzemelésük, a felszerelésük jelente bármiféle gondot, problémát, vagy otthon is elvégezhető feladat? Ez otthon is elvégezhető. Általában mi azt szoktuk javasolni, hogy olyan helyre, ahol nagyjából ugye a szénmonoxid szivárgásra számítani lehet, olyan helyen helyezzék el, hogy minél hamarabb jelezhessen az érzékelő. Azt hadd jegyezzem még meg, hogy nagyon kevesen tudják azt, és ez főleg társasházakban a legjellemzőbb, hogy ahol nyílt égésterű kazán, boiler van, nagyon sok esetben a konyhában elhelyezésre, kialakításra kerülnek páraelszívók, szagelszívók és egyéb olyan berendezések, amik ugye a ház komfortját idézik, és nagyon kevesen tudják, hogy ezeknek, tehát a páraelszívó, szagelszívó és a nyílt égésterű egyidejű üzemeltetéséből adódóan nagyon sok esetben ugye visszaáramlik a szénmonoxid, anélkül, hogy észrevennénk, és akinek ilyen van, nekik is csak tanácsolni tudom, hogy szerezzenek be egy szénmonoxid érzékelőt, hogy minél hamarabb megelőzhető legyen a probléma. Füstérzékelőkkel mi a helyzet? Füstérzékelőket is lehet kereskedelmi forgalomban kapni. Nyilván ezek az érzékelők is gyakorlatilag életet menthetnek, de ezek ugye kifejezetten csak a füstre vannak ugye bekalibrálva, és egyáltalán nem biztos az, hogy adott esetben például a szénmonoxidra is bejelez. Sajnos ezek a füstérzékelők akkor fognak jelezni, amikor már gyakorlatilag ugye megtörtént a baj. Hogyha baj van, bár ne legyen, akkor kiket lehet hívni, milyen telefonszámot? Szénmonoxid mérgezés gyanúja vagy szivárgás esetén az elsődleges az, hogy próbáljuk meg szellőztetni. Abban a pillanatban, ahol felmerül ez a probléma, vagy ne adj Isten bejelez az érzékelőnk, még akkor is, ha esetlegesen egy műszaki meghibásodás miatt jelez, nem szabad félvárról venni, az elsődleges tevékenységünk az legyen, hogy ajtókat, ablakokat nyissunk, hogy ugye szellőzzön a légtér, a következő pedig az, hogy minél hamarabb értesítsük a megfelelő szakembereket, ezt a 112-es központi segélyhívón, vagy ne adj Isten a 105-ös tűzoltóság telefonszámán meg tudjuk tenni. Nyilván a telefon közben is fognak a szakemberek segíteni, akik veszik a jelzést, és küldeni fogják a megfelelő segítséget. Sajnos meghatározó jelenség a világjárvány egy jó másfél éve Magyarországon is. Hogyan tudnak ilyenkor dolgozni? Milyen esetleg keretek, korlátok vannak? Gyakorlatilag a kéményseprés szolgáltatása zavartalanul működik. Azt tudom mondani, hogy emiatt ne féljünk. A kéményseprő szakemberek is nyilván a lakóingatlanban is a megfelelő óvintézkedések alkalmazásával fognak belépni. Nyilván, hogyha olyan eset van, hogy valaki karanténban van, ez nem azt jelenti, hogy akkor hívja ki a kéményseprőt, de a legfőbb tanács az, hogy ne halogassuk a fűtési szezon megkezdése közepére. Ezt ugyanúgy nyáron, ugyanúgy, amikor a fűtési szezon befejeződik, ezeket a műveleteket végre lehet hajtatni a kéményseprővel. Fontos arról beszélni, hogy pontosan ezen a héten tart egyféle akcióhete a katasztrófavédelemnek. Mondjuk el a részleteket. Bizony, a héten, a mai nappal kezdődően, tehát november 24-én, 25-én és 26-án úgynevezett társasházi napok akciót tart a katasztrófavédelem országosan. Ez azt jelenti, hogy a társasházban élőknek, ha bármiféle olyan problémájuk van, ami tűzvédelmi kérdés, és gyakorlatilag nem tisztázott, vagy nem tudnak benne dűlőre jutni akár a lakók, szakemberek segítségét lehet kérni. Sajnos a járványhelyzetre való tekintettel most kétféle formában, az egyik ugye az elektronikus, tehát e-mailben lehet e-mail címre megfelelő kérdéseket feltenni, amire természetesen válaszolnak a szakemberek, illetve telefonos segítséget lehet kérni a megfelelő telefonszámon. Aki nem tudja, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján ez az akció meg van hirdetve, és az elérhetőségek fel is vannak tüntetve
hol, milyen formában lehet érdeklődni a kérdésekkel. Adódik a kérdés, hogy városunkban milyen arányú tűzesetek vannak, mennyi kivonulás van, és mi okozza ezeket többségében? Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szezonálisan megvannak ugye a jellemző káresemények. Ahogy említettük, beindult a fűtési szezon, már most azért jóformán 2 hónapja tart. Sajnos jelen pillanatban ebből adódóan van a legtöbb káreseményünk. Amit már említettünk, pontosan abból adódik a nagy része, hogy a kéményeknek ugye a kéményseprését nem végeztetik el a lakosok. A kémények olyan állapotban vannak, hogy le van rakódva benne a kátrány, a korom, és sajnos ez hajlamos arra, hogy bizonyos hőfok után ugye meggyullad, és ebből adódóan nem egy káreseményünk van, azt kell, hogy mondjam, a kirendeltségünk területén több is, mint amit szeretnénk, illetve ugyanígy a szénmonoxid. Tehát sajnos a múlt héten is volt egy olyan eset, ahol kisújszállásról egy családi házon belül 5 embert kellett kórházba szállítani a szénmonoxid jelenléte miatt. Hozzáteszem, nem volt szénmonoxid érzékelőjük, ami segíthetett volna megelőzni a bajt. Ön hogyan látja, mennyire tájékozott, mennyire felvilágosult egyébként a lakosság ezekben a kérdésekben, és hogyan lehet esetleg segíteni, hogy még inkább figyeljenek erre a témára? A tapasztalat az már most így pár év viszonylatában, hogy egyre többen tájékozódnak. Mi a saját részünkről is próbálunk mindent megtenni, hogy minél szélesebb körbe a lakossághoz eljussanak a megfelelő információk, szórólapokkal, hirdetésekkel, honlap megjelenésekkel, egyéb hírekkel, és mindenkit csak erre tudok biztatni, hogy ezeket ne vegye félváról, fontolja meg, amennyiben kérdése merül fel bármivel kapcsolatban, a szakemberek rendelkezésre állnak, segítenek. Tehát azt se tartson vissza valakit, ha tényleg nem tudja, hogy a szénmonoxid érzékelőjét hova helyezze el. Egy telefonon keresztül tudunk ebben segíteni. Százados úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra.